Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 4. Cserháthalpi Betyárasztal Fesztiválon. Nógrád Marccal Mohora Cserháthaláp 3-as határán van egy hatalmas nagy bazaltkő képződmény. Betyárok annak idején, amikor még itt a hegyeinkben kalandoztak, akkor odavonultak vissza, mivel ez egy hegygerinc volt, és jól be lehetett látni a tájat, ezért kapta a Betyárasztal nevet. El szerettük volna hozni önöknek a Betyár asztal étkeit, italjait. Éppen ezért érkezett számtalan helyről az országból és Csonkahonon kívülről is hagyományőrző Betyár barátunk és cimboránk, akik most önöket meg fogják vendégelni és megmutatják, hogy milyen igazi tradicionális ételeket készítettek 100-150-200 évvel ezelőtt. Mi rendezvényünkön a tömény hagyományőrzés kap szerepet a mai napon is. Így meg lehet majd nézni őshonos mesterségeket, meg lehet nézni őshonos népies viseleteket, meg lehet kóstolni ezeket az ételeket, és hát természetesen, ha már ettünk, akkor igyunk is, le lehet majd öblíteni jófajta borral, pálinkával és egyéb nedűvel ezeket a nagyon finomra sikeredett ételeket is. Kívánok önöknek a mai napon nagyon jó szórakozást és élményt, rengeteg élményt, és kívánom, hogy jó szívvel gondoljanak mindig ránk, és várják már a jövő évet, hogy mikor lesz a Cserháthalápi Betyárasztal Fesztivál. Higgyék el, hogy ezek az összejövetelek nagyon-nagyon fontosak. Ezek az összejövetelek a közösségünk éltetéséről szólnak. Hiszünk abban, hogy ezek a rendezvények összetartják a közösségeinket. Hiszünk abban, hogy azok a fejlesztések, mint például ennek a traktornak az átadása, vagy ennek a sportudvarnak, korábban a játszótérnek az átadása, azok éltetik Nógrád megyét, éltetik az itteni embereket. És hogyha egy célt tudunk kitűzni magunk elé, hogy egy célt tartunk a legfontosabbnak megfogalmazni, akkor én azt fogalmazom meg, és talán ebben mindjárt akár egyet is érthetünk, hogy az a célunk, hogy aki ide született, vagy ide jött hozzánk jó szándékkal lakni, az itt boldoguljon Nógrádban, boldoguljon Cserháthalápon. Ehhez szükség van nyilván munkahelyekre, hogy meg tudjanak élni az emberek, szükség van erre a komfortos lakókörnyezetre, amiről beszélünk, és szükség van egy harmadik dologra is, a szülőföld szeretetére. Viselet bemutató eredmény hirdetésével kezdünk. Tepertős, pogácsa, frissen, melegen, odapörkölünk csapat. Kérjük az odapörkölünket, nagy tapsot kérjük nekünk, jöjjön a színpadra megérdemli. A buli az igazság szerint csak most kezdődik, hogy szépen ráhangolódtunk. Ha almás süteményt csinálunk, ugye bármennyire pirítjuk meg az almát, a sütemény tésztája alá tegyünk valami, vagy
keksdarát vagy grízt, hogy felszívja, amikor az almát csütjük, az még levet enged. A túrót kezeljük el. Nagyon sok helyen nem ismerik a túrót. Nem tudják mi az, hogy alultejből csináljuk, hogy lecsepögtetéssel, meg stb. Ha már nekünk ilyen szép nemzeti büszkeségünk van, hogy meg tudjuk csinálni a túrót, a süteményeknél az a kérdésem, hogy törjük át egy kicsiket a túrót. Ne tegyen több sót bele, ne kevesebbet se. Egy főzéskor inkább négyszer kóstoljuk meg. Mert mit állít a só? A só fogja összefogni az ízeket. Tehát nem azt érzük rá, hogy ez, tehát semmilyen fűszer nem fog kitüremkedni az ételből. Milyen egy jó ízű étel? Megkóstoljuk, ez igen. Tehát ezt a só csinálja. Még reggel mondtuk mindenkinek, egyetlen egy valakit ne engedjenek a portára. Hát a Kozma urat. Hát valahogy csak bejött az él. Tudják milyen, amikor odakozd már kicsit az aljára. Utána, ha hiába teszi másik edénybe, hiába kapalja ki a bográcsot, nem lehet, az benne marad. Ugye a piros örölt paprika másfél óránál többet nem bír ki. Tehát, ha egy markapörköltet készítünk, kell neki 4 órát vagy 5 órát, és ki tudja, hogy az anyjával együtt húzták a tankot 45-be, hát ha ilyen idős a marha, akkor az nem fog megfelelni nekünk 4-5 óra múlva. Tehát ne tegyük bele a paprikát.